Náló mindenkinek sziszi sátszként, de mindenki símét vagyunk egy következő videóban. Hello, hello, sziasztok, sziasztok! Most másik intro volt, remélem tetszik, néha tervezek ilyet is. Nos, srácok, egy új faluban vagyunk, és igazából, ja, ennyi, ledobott a Minecraft, jól, lol. Na, jó vasárnapot mindenkinek, ugye hát vasárnap van, igen, itt van Kis is, szia Kis. Adjunk is neki szerintem egy sült szeletet, mert megérdemli. Na, srácok, itt vagyunk egy új faluban, nagyjából bemutatom nektek így kívülről így a házunkat, ebbe a kis faluskába vagyunk. Szerintem tök jó, mert amúgy legalább így nem az van, mint hogy így mindenhol úgymond így itt vagyunk az ilyen lapos térség, hanem úgymond így itt vagyunk így a hegyekbe. Szerintem tök menő, wuf, imádom ezt a házat. Én is, szóval lehet, hogy most egy ideig itt fogunk lakni. Meglátjuk, megnézzük a... Ó! Van itt valami. Walkie-talkie. És olvasd el. Oké. Szia, én egy hacker vagyok, a nevem Anonymous. Feltörtem a csatornádat. Ha nem teszed meg a követeléseim, törlöm. A walkie-talkien tudunk beszélni. Nem fogom sajnálni, ha nem teljesíted. What? Mi van? Na várjatok, de ezt honnan tudom, hogy ez igazi? Jó, én ezt így lerakom. Szia, hallom, elolvastad. Hello, te ki vagy? Elfogadod vagy sem? Na várjatok, de... Most ezt honnan tudjam, hogy ez igazi? Törlöm egy kattintással. Na de várjál, honnan tudjam, hogy nem csapsz be, vagy valami? Jó, ezeket a cuccokat, addig én felveszem. Ez egy kicsit ilyen rémisztő amúgy. Vagy nem tudom. Honnan tudjam, hogy nem hazudik? Vagy valami? Vagy nem tudom. Egy kicsit nekem egy para. Én töltem fel a több bankot is. Hallottam úgy mostanában pár bankrablásról, de... nem tudom. Jó, mondjad, mit kell tennem? Az a gond, félek, srácok. Nem akarom, hogy törölje a csatornámat. Az nagyon-nagyon gáz lenne, letörölnék a csatornámat, pedig annyira közel vagyok a 100 000-hez a másik csatimon. Ugrált szét a búzát? Milyen búzát? Milyen búzát ugráljak szét? Nem már. Ne. Most komolyan rossz dolgokra akar engem kérni? Nem már, srácok. Nem már. Én nem vagyok gonosz. Nem akarok gonosz lenni. Aj, de muszáj. Nem akarom, hogy törölje a csatornámat. Pontosan nevetni akarok. Jaj, de jó. Tessék, ugrálom. Tessék, ugrálom a búzát. Juhú. Ez az. Nagyon-nagyon izé vagyok. Ha. Hát ez tényleg nagyon vicces, mindjárt leszírnak engem úgy a falusiak, hogy elküldenek az egész faluból, pedig ezt a falut tényleg szeretem. Ó, Isten, na jó van, tessék, leugráltam a búzádat, szívás, hát nagyszerű. Aj, nem áll, srácok, tényleg ti amúgy mit tennétek egy ilyen esetben? Tényleg, de komolyan így őszintén, ti mit tennétek olyan esetben, menj oda kishez, hogyha valami hasonló dolog lenne. Igazából ilyenkor a legokosabb dolog, amit az ember tud tenni, az az, hogy szól egy hozzáértő embernek. De amivel itt olyan a faluban nincsen senki ilyen, ezért nem nagyon tudok szólni senkinek. Itt vagyok kisnél, mondjad, mit akarsz, nem fogom bántani meg ilyenek. Vúf, szia kis! Szia kis! Hogy vagy? Mondjad. Kérdezd meg, kérek kaját. Nem már. Aj, kis, kérsz kaját? Aj, nem már. Istenem. Nem akarok gondolni, vúf, igen. Aj, oké, adok akkor kaját. Nem kaphat. Nem már. Nem már, na jó. Nem, ezt a izét, ezt el fogjuk kapni, srácok. Ezt a izét, ezt el fogjuk kapni. Jézusom, de nagyon gonosz. Kis, bocsi, de... Anonymous vagyok. Jó, oké, rendben. Már rá fogok jönni az igazi nevedre. Rá fogok jönni valahogy. El foglak kapni, csak szólok. Kis, nem kapsz azt, nem kaphatsz kaját, sajnálom. Nem már, szegény kis. Vuf, miért? Mert hacker azt mondta, és letörlik a csatornámat, ha adok neked most kaját, de egy kicsit kibírod. Egy nagyon picit ki tudod bírni, jó? Vuf, megértem. Na látjátok, kis megérti. Majd később kapsz, ha végre abba adja ezt a butaságot, amit csinál velem. Na jó, mit akarsz még? Rabolj szét egy házat. Rombolj szét egy házat. Jaj, ne szivass már! Most komoly? Melyik házat? Mondd el, hogy melyik házat akkor legalább. Nem tudom. Melyik házat akarod? Bármelyik. Jó, akkor lerombolom a legkisebbet. Tessék. Istenem, szia! Bocsi, srácok! Nem már! Ki fognak engem innen tiltani az egész faluból, biztos vagyok benne. 100%, hogy mit csinálsz, Zani? Majd visszaépítem, bocsi, de muszáj!
muszáj, nem tudok más tenni. Kénytelen vagyok ezt tenni, mert zsarolnak, fenyegetnek. Nem már, de majd visszacsinálom, esküszöm, jó? Vissza fogom csinálni, nyugalom, tényleg, bocsi, sajnálom meg minden. De jó, oké, tessék, szétromboltam a házat, ne, jó, így, ennyi elég. Apám építette 10 éve, vissza fogom csinálni, jó? Vissza fogom, jó, akkor szétrombolok egy másik izét, vagy nem tudom. Aj. Na, hacker, örülsz? Boldog vagy? Szétromboltam egy házat is, tessék. Na, közben menjünk ide a Kovácshoz, hát ha jó, itt nincs semmi, akkor mindegy. Aj, boldog vagy most? Tessék, szétromboltam egy házat, nesze. Nem hiszem, hogy ennyi izé. Ilyeneket kell megtennem neki, szép, hát köszönöm szépen, nagyon szép, mit nem mondjak. Aj, Istenem, srácok, de tényleg, valamit muszáj tenni, lehet szólni kéne, csak azt mondom, mindent hall, amit mondok. Mindent hall, amit mondok, így eléggé nehéz. Mi az? Menj fel a templom tetejére? Aj. Jó, felmegyek a templom tetejére. Nagyszerű, tessék, felmegyek a templom tetejére. Aj, Istenem. Istenem, tessék, itt vagyok a templom tetején. Gondolom most az lesz, hogy ugorjál le, vagy nem tudom. Gondolom, hogy úgy is az lesz, hogy ott van fenn egy X, lol. Nem tudom, hogy mi az az X, de ott van fent. Mindegy. És ordítsd, hogy nincs Isten. Nem már, ez gonosz így az emberekkel szemben. Nem, ez így a gonosz szem... Nem, tudod, nem, biztos, hogy nem. Ezt azért már túlzás. Ezt azért már nem, ezt nem fogok azért ennyire gonosz lenni. Ez tényleg túlzás, Anonymous, én ezt biztos, hogy nem. Akkor ugorj le kétszer. Jó, azt inkább megcsinálom. Most én őszinte leszek, én nem is akarom mondani, hogy én mit gondolok, úgymond, hogy van-e Isten vagy nem. Mert igazából nem akarom egy az, hogy mások véleményet se akarom befolyásolni. Meg nem is akarok senkivel olyan lenni, hogy aki hisz benne, vagy aki nem, az így akkor értitek. Köszönjük a hitedet, Dani, látjátok? Igen. Szóval nem akarok senkivel se ilyen lenni. Igazából mindenki azt csinálja, amit ő gondol, meg minden, szóval ja, elég. Na, végre, hurrá! Nagyszerű. Jó, akkor elég? Abba hagyod? Kilépsz a csatornámból, vagy nem tudom? Aj, de még mindig nem tudom, hogy azért lök be valakit a kútba. Oh, jó, mindegy, onnan legalább kibír majd jönni. Hello, szia, akarsz úszni, barátom? Hát pont nem, muszáj, nem bírom belökni amúgy. Hogy lökjem be, nem tudom belökni, nem tudok mit csinálni. Na most nem, mert ez most mit csináljak, ó, itt van amúgy a rendőrség. Amúgy nem lenne butaság, hogyha szólnék a rendőrnek. Na várjatok, pillanat, hoppá, el is mentem úgy a srác. Azt mondta, hogy pillanat. Jó van, oké, lehet, hogy amíg elment, addig kéne úgy szólni szerintem a rendőröknek. Hello Norbi, hogy vagy? Mi van? Na várjátok, ez most a walkie-talkie-ból jött? Na várjatok! Ez most a walkie-talkie-ból jött? Hello Norbi, hogy vagy? Hallod, nagyon nevetek mostanában. Nagyon nevetek mostanában. Na várjatok, ez szerintem a walkie-talkie-ból jött. Azt mondta, hogy pillanat, szerintem azt hiszi, hogy lenémította a walkie-talkie-t. De ugyanúgy hallom. Na várjatok! Norbi a neve! Elhitte a srác, hogy feltörtem. Nem hiszem, mert tudtam, hogy nem tört fel. Nem már! Te jó ég! És megtesz mindent. Hallod? Te gyere vissza, Norbi! Valami gonosz tip. Norbi! Norbi, gyere szépen vissza! Na szia, Norbi! Na gyere szépen vissza! Mi? Na igen, nem imitottad le a vizét, a walkie-talkie-t, te őrült! Nem fogok izélni. Nem fog csúlyog a szavakat rád mondani még ezek után se. Nem imitottad le a vizét, a walkie-talkie-t! Gratulálni tudok, nagyon-nagyon beteg vagy. Csak eljátszottuk. Aha, igen, én is elhiszem. Na jó, húzzál el, jó, húzzál elfele! Hú, most szétszídnám a srácnak a szüleit, a minden, de nem vagyunk mi olyanok. Norbikám, csak szólok, hogy itt vagyok a rendőr mellett, és most megyek feljelentést tenni ellened. Szóval, megszívtad. Nem jelentesz fel, mert törlöm. Hát ezt megszívtad, mert hallottam, hogy azt mondtad, hogy nem is törted fel. Na töröld le! Töröld le, ha mered! Na srácok, mikor áll meg a videó vajon? Mikor áll meg a videó? Ha, elhittétek. Jaj, majd később. Na jó van, tudod mit? Hagyjuk inkább, leraklak inkább, cső! Na, rendőr úr, jó napot kívánok! Feljelentést szeretnék tenni. Kivel beszélt? Kérem szépen, van egy hacker, aki elvileg bankokat tört fel, de nem tudom, hogy az már, lehet, hogy az is kamu volt. Norbi a neve, Anonymous, elvileg a másik neve, aminek mondta. És azt azutta, hogy feltörte a YouTube csatornámat közben, nem is gonosz dolgokra kért engem, hogy tegyem meg. Igazából nagyjából így röviden így ennyi, ami történt. Szóval, nem tudom, hogy ebbe tudnak engem segíteni. Norbi? Anonymous Norbi? Ja, gondolom. Nem tudják esetleg, hogy hol lakik? Akkor lehet, hogy én is elmennék hozzá egy kicsikét beszélgetni, vagy valami.
Nem. Jó, mindegy. Jó van, mindegy, felintést szeretnék azért tenni ellene, hogy valamit tegyenek, mert az ég állsz. De körözni fogjuk. Jó, rendben van, köszönöm. Ez is igazából megteszi. Na jó, gyors menjünk haza, mert meg akarom etetni kis szegény. Szegény nem kapott kaját. Meg falusiak, mert elvileg bankokat tört fel. Ja, jó van, de a izémet, YouTube csatornámat remélem, hogy nem. Gyerek is, kapsz kaját. Ha, oh, végre kaphatsz kaját, tessék, kap sokat. Na srácok, kösz szépen, itt voltok velem ebben a videóban, hogy tetszett, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra. Király volt, meg kiderült, hogy kamu volt. Ami nem király, hogy kiderült, hogy kamu volt, de bizonyos szintén mégis király, hogy kiderült, hogy kamu volt, mert nem volt igazi. Hogy úszod meg? Igazából végig kamu volt és csak szivatott, de kiderült a neve, mert buta volt. Na jó van! Srácok, hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, nyomjatok meg a csengőt, csekkoljatok le a többi csatornát, minden is találkozunk legközelebb. Én Dani voltam, és kösz szépen, itt voltatok. Sziasztok!